Ákos 3 év után új stúdióalbumot adott ki, még egyszer címmel. A címadó dalhoz készült egy innovatív klip is, melyet 360 fokos kameratechnikával rögzítettek. Mindezt egy sajtótájékoztató keretein belül mi is megtekinthettük, illetve beszélgettünk az énekessel, aki egyébként decemberben dupla aréna koncertre készül. Közönség, amíg érdeklődik, addig van értelme csinálni. Tehát az, hogy 18-dik van, azt mondjuk akkor, ha teljesen nem az... Tehát ez sokkal inkább a közönségnek köszönhető, én meg, ha van közönség, akkor én is frappírozva érzem magamat, hogy csináljak valamit. Ha visszagondolsz a pályádra, mi az a 3 dolog, ami mérföldkő volt az életedben? Utoljára azt hiszem az ifjúsági magazinnak kellett összeszedjem 30 évvel ezelőtt a életem 3 fontos mérföldkövét, de mondjuk az első az lehet, amikor először a Petőfi csarnokban játszottunk, és a közönségünk, volt közönségünk, hát ez már az is meglepő volt, mert még nagyon kölyökbék a zenekar voltunk, ez az egyik. Aztán lehet a másik az, amikor először a Bonanza Banzai a Magyarország legnagyobb fedett koncerttermébe, a BSB koncertezett, és mondhatom mérföldkőnek az első a zenekar megszűnése utáni első szólólemeznek a fogadtatását, vagy több is volt. De meg kell, hogy mondjam, hogy engem úgy a következő dal érdekel, amit majd írni fogok. Tehát éppen össze tudom szedni a nagy mérföldkőnek számító pillanatokat, de az én életemben most a legnagyobb mérföldkőnek az számít, hogy mi jön ezután, azt nem tudom még. De az izgat. Ma már nem divat a CD, mégis úgy döntöttél, hogy nem szakítod meg a hagyományt, és CD formájában jeleníted meg az albumot. Mi volt ennek a legfőbb oka? Hát az, hogy én ebben nőttem fel. Ebben az étoszban nőttem fel, hogy kézzel fogható hangkordozót kell odaadni a képzeletbeli, vagy valós hallgatónak, aki ezt birtokolni tudja, mert egy MP3-at nem lehet birtokolni. Az rajta van a gépeden, aztán letörlöd, vagy nem. Szóval az nem a tiéd valahogy. Tehát a zenéhez való viszony nagyon is meghatározza azt, hogy hogyan hallgatunk zenét. Aki csak letöltve hallgat zenét, ingyen, bármelyik eladó, bármelyik dalát, bármelyik pillanatban le tudja tölteni, annak számára nem lesz értékes a zene, mert a hozzájutás körülményei igenis befolyásolják azt, hogy hogyan viszonyulunk egy zenéhez. Nem csak a zene, nem csak a primér érzelmi élmény, hanem ez a körülményes fontos. Az látjuk, hogy a zene úgy általában értéktelenedik el, mióta olyan, mintha réten teremne, csak le kell szakítani. Holott azt valaki létrehozza érzelmi és anyagi befektetéssel. A játék része, hogy mindig különlegeset kell csinálni. Nem elég, hogy dalokat írsz, mindig valami különlegesség kell. De amikor már majd mindenki különlegességet csinál, akkor az a különleges, ha nincs különlegesség, szóval ezt nem lehet a végletekig hajtani. Mindig kérdezik, hogy ezt még mivel lehet überelni. Hát aztán azt szoktam mondani, hogy nem kell mindig überelni. Hát van, amikor az a következő lépés, hogy sokkal visszafogottabb dolgot csinál az ember. Én most örülök annak, hogy csinálhatunk egy 360 fokos kameratechnikával készült klippet. Örülök a lehetőségnek, hogy ez egy nagy formátumú, szépen szóló, nagy ívű hangszerelésekkel operáló kiadvány lett. Hogy érdekel, hogy mi a következő, de azt még nem tudom. Lehet, hogy pont az lesz a következő lépés, hogy vissza kell lépni kettőt, és nagyon eszköztelen dolgot kell csinálni. Vagy megint rá kell tromfolni az embernek önmagára. Igazából nem tudom, azt sem tudom, hogy lesz-e még közönség hozzá, meg hogy lesz-e erőm, de feltétlenül szeretném, ha lenne, igen. Többször gondoltam már arra, hogy be kéne fejezni, aztán valami mindig átlendített ezen, általában a közönség szeretete, egy impulzus, vagy az, hogy én nem is nagyon értek egyébhez, mint a kreatív műfajhoz. Én nem szeretném befejezni. Legutóbb a Strandfesztiválon láttalak fellépni, ahol tombolt a közönség, többek között én is. Mégis volt negatív visszhangja ennek a koncertnek. Mennyire szoktad ezeket a koncertbeszámolókat elolvasni? Igazából az nem baj, ha valaki a saját szubjektív benyomását írja meg, de hát mondjuk arra építeni valamit, hogy ki állt mellettem, meg milyen szagok jöttek, vagy nem tudom, tehát ennyire nem lehet az érdekes az ember privát véleménye. Valahol van egy olyan, nem mondom kötelezettségnek, de van igény az emberbe, hogy azt az általános szentimentet, azt az általános érzést, ami jelen volt, azt azért valahogy meg kéne jelenni cikkbe, hogy ott mondjuk, nem tudom, 10 000 ember baromi jól érezte magát. Én azt el tudom képzelni, hogy ő egy csomó kérdésben nem ért velem egyet, mint azt nem volt rest megosztani a tisztelt hallgatóval, hogy más világnézetem van, de azt nem értem, hogy érdekes az ember teljesen szubjektív vélemény, annyira, hogy semmi egyéb ne legyen egy úgynevezett véleménycikk. Hát azért biztos van valami tény, tartalom is, amit az érdemes megosztani azzal, akinek tudósítok.
Hát nem tudom, ez én nem értek, ezt én mindig csak ilyen elszenvedőként vagyok kénytelen tudomásul venni, hogy ilyen is van, és már nem tudósítanak arra, hogy ott történt, hanem arról tudósít, hogy ő mit érzett közben. Ez nagyon nagy formátum és nagy hatású személyiségnek kell lenni, hogy az ember azt gondolja magáról, hogy az ő véleménye annyira fontos önmagában. Meg hát azért nyilván vannak olyan elemei ennek a produkciónak, amit lehet akkor is értékelni, hogy ha az ember nincs egy véleményen a produkciót létrehozóval. Biztos vannak erényei ennek a produkciónak, amit azért lehetne mondjuk kidomborítani, vagy legalább megjegyezni. Hát a közönség egyszerre mozgott, a újságíró nem mozgott együtt a közönséggel, de hát ez nem is elvárás. Az viszont elvárás lenne, hogy leírjuk, hogy olyan sikerült, és szeretik az emberek. Ő azt írta le, hogy el se tudja képzelni, hogy ezt szeretik. Hát ebből lehet, hogy nem kell cikket írni. Lehet, hogy önmagában ez az egy mondat nem ér, ez a, és az egy mondat által jelzett mentalitás, az pont... Tehát érdemes ezt cikkbe írni? Tehát nem tudom. Az egész, voltak figyelemre méltó mozzanatok azért ebben a cikkben, például az, hogy meg is fogalmazza a szerző, hogy a vélemény vezérportáloknál nem szabad engem szeretni. Ez egy nagy vallomás, ha jobban belegondolunk. Ez egyik. A másik, hogy a vélemény vezérportálok véleményével szemben 10 000 ember együtt moccant, és a koncertsorozat során meg 170 000 ember moccant együtt. Akkor lehet, hogy a vélemény vezér szókapcsolattal valami baj van. Hát nincsenek vezérelve a vélemények. Nem tudok vele mit kezdeni, hát most mit csináljak? Hát most ott volt, nem tudom, 10 000 ember ezen a bulin. Ott volt a koncerteken, most nem mondjuk-e még egyszer számot, több mint 100 000 ember. Akkor most kit akar félrevezetni, önmagát, az olvasókat? Én nem tudom. Nem értem, hogy mi értelme van ennek a munkának, ennek az akna munkának. Őszintén nem értem. Hát semmi eredménye nincs, ezt most látjuk, most ez a 27 év igazolja, hogy ezt fölösleges csinálni, mert a véleményvezérek nem tudják vezérelni a véleményt. Vagy valakiét lehet, hogy tudják, egymásét talán, nem tudom. Beszéljünk az új lemezről. Mi az, ami most inspirált? Hát ez így nehéz megmondani, hogy mi inspirál, tehát mindig más inspirálja az ember, tehát valamikor az inspirál, hogy nincs ihlete az embernek, nincs inspirációja, tehát nézzél, most annyi fajta, meg olyan számosságú dalt írtam, hogy azért nem könnyű, nem, ez nem teszi könnyű, az ember elírta maga elő a matériát. Arról nem beszél, hogy a klasszikus szerzők sokkal jobban megírtak már minden témát. Tehát most az inspirált, hogy korábban az inspirált, hogy egyszemélyes műhely munkában hoztam létre egy lemezt, ez volt a 2084, amikor tényleg egyedül ültem otthon és molyoltam, és a hangszíneket magam állítottam be, és az első hangtól az utolsóig mindent magam csináltam. Most meg az inspirált, hogy a Zsolt jó demókat hozott, olyan zenéket hozott, amelyek lángra gyújtották a képzeletemet, elkezdtem szöveget írni, énekdalamot írni, a hangzást együtt csiszolgattuk, hogy vannak olyan zenésztársak, akik reflektálnak az ember ötleteire, akiknek az ötleteire én is tudok reagálni valamit. Szóval ez a kvázi zenekaros, de ez is nagyon tetszett nekem. Tehát az ember mindig valami másból próbál ihletet meríteni, mert különben rutinná válik valamilyen alkotói módszer, és az nem visz jóra. Vagy nekem nem, személyesen nekem nem hajtó erő, hogy rutinszerűvé válik valami. Az érdekel, hogy a rutinból kilépni, és valami korlátot beletenni a rendszerbe, hogy volt ilyen, hogy csak ezt az egy hangszert lehet használni, vagy csak olyan hangszíneket lehet használni, vagy olyat, amivel a közönség nem is foglalkozik, és nem is kell. De általában az inspiráció az valahol a korlátozottság körül van, mert hogyha azt mondjuk, hogy minden szabad, mindig, mindenkor, bármit, akkor nem csinálsz semmit. De igazán ezt nem tudom megmagyarázni, lehet, hogy csak én vagyok ilyen hülye, és más meg más módszerekkel birizgálja a képzeletét. Mit szól a családod? A családom egy dologra ad inspirációt, hogy hagyjam ezt az egész hülyeséget abba végre, és foglalkozzam velük. Tehát az a munkám azért az életemmé vált, tehát kezd kár szépíteni. Amíg lesz közönség a munkámnak, addig biztos nagy lelkesedéssel fogom csinálni, és hát azért ez nem mellékes, hogy legyen mondandóm. És most még úgy tűnik, hogy van. Decemberben lesz a lemezbemutató koncerted. Hogy rakjátok össze ilyenkor a műsort? Hát ez egy nagyon komoly fejösszedugós tárgyalás sorozat eredménye. Tehát állandóan egyeztetünk a próbákon, amikor már a íróasztalnál nagy nehezen elkészült egy dallista, akkor is még egymilliószor változik a effektív, konkrét próbák a folyamatos játszás közben. Az első fázis az, hogy meg kell tanulni az új számokat. Aztán be kell illeszteni őket a repertoárba, amikor ki kell dobálni olyan darabokat, aminek a helyére tesszük őket. És hát most mondjak ilyen
hogy dramaturgiai évet szeretnénk adni neki. Hát ezt nem, senki nem várja egy rockkoncerttől. Mi mégis így gondoljuk, hogy, vagy popkoncerttől, ahogy tetszik. Mi mégis azt szeretnénk, hogyha valahonnan, valahová jutna el az a koncert, és benne a dalokkal az, aki velünk utazik ezen a kis repülésen. Azt vettem észre, hogy sokan felmérik azt egy új dalnál, hogy mennyire ákosos, vagy nem ákosos az adott dal. Te ezt hogy látod, az új album az mennyire hát, ákosos? Ha nem lenne ákosos, az nagy baj lenne. Én azt sem értem, amikor azt mondják egy dalra, hogy ez nem ákosos. Hát én értem, hogy én adom elő, tehát valami ákosos benne. Az a legjobb, amikor azt mondják, hogy ez már nem az igazi Ákos. Írják nekem, akiket azt hiszem, hogy én vagyok az igazi Ákos, vagy legalább közelítőleg. Tehát, érted? Szóval ez olyan, hogy ő azonosít engem valamivel, azt tartja igazinek. De hát az igazi nem az, amivel ő azonosít. Az igazi jobb napok az én vagyok. Hát most, ha sikerül.